A korszerű és a nukleáris fegyverzet, illetve a hatékony hadsereg fejlesztésére tett ígéretet az orosz elnök a hazavédelmezőinek napján rendezett ünnepségen. Vladimir Putyin még erőteljesebb geopolitikai hatalomként akarja látni Oroszországot, derült ki szavaiból. Az orosz elnök kiemelte, hogy még ebben az évben hadrendbe állítják a Samat rakétarendszer új nehéz rakétás blokkjait. Folytatják a Kinzhal légiindítású hiperszónikus rendszerek gyártását, és megkezdik a Cirkon tengeri indítású rakéták tömeges előállítását. Spanyolország 10 Leopard 2 típusú harckocsit ad hamarosan Ukrajnának, jelentette be Pedro Sánchez spanyol kormányfő csütörtökön Kijevben, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt. A spanyol miniszterelnök közölte, hogy a korábban említettnél több harckocsit küld országa Ukrajnába. 6 Leopard 2 A4-es tank szállítása már biztos, és megvizsgálják, hogy tudnak-e 10-et küldeni. Az ukrán katonák kiképzését is segíti Spanyolország, tette hozzá Sánchez. A G7-ek pénzügyminiszterei csütörtökön jóvá hagytak egy 39 milliárd dolláros pénzügyi segélycsomagot Ukrajnának, ez a tavalyi juttatás kétszerese. Célja, hogy Ukrajna az elhúzódó orosz támadások ellenére teljesíteni tudja fizetési kötelezettségeit.